Sziasztok, itt újra ezt után folytatjuk a Phoenix Wright Eastertoni 5. epizódjának harmadik perét. A második résszel. Viszont mivel ez az utolsó nap, az három részes, ez itt szinte jobban tették volna, hogyha elnevezik Trial Middle-nek, mert ez nem éppen utóbb, inkább középső. Mert utána jön a Trial Latter 2. Ez lenne az igazi Trial Latter. Február 20, 12 óra 6 perc, négyi bíróság. Sajnálom egy sor. Nem akarta a bajvasodót. Ne aggódj emiatt. Ez az én problémám, nem a tiéd. Remélem nem zavartalak meg benneteket, pajtás. Ez szerint igen. Visszatérünk. Viszont később. Lássuk, detektív, mi az? Szóval Lana azt kérje, hogy adjam ide, hogy ide adja azt az új bizonyítékot. Bizonyíték törvény. Tehát ezzel szabályokat biztosít arra, hogy mutassunk bizonyítékokat. Tehát a két szabály a törvény a bizonyítékokról. Az első szabály, hogy semmilyen bizonyíték ne legyen mutatva, hogyha nem értek egyet a rendőrség. Még egy üzenetet is kér. Most átad nekem üzenetet. Ha azt elveled, hogy se elintézed őt, szükséged van erre a könyvre. Akkor neki bizonyára van terve is. Ez én az új bizonyíték. Ez is egy végső távonás lesz. Nem maradt más hátra, amit az ügyészületőnő ítélete. Hát tévedsz. Még nem jöttél rá? Meg vagyok az ügyész helyé. Az igazi perc még nem kezdődött el. Mi maradt még hátra? Hát, hogy bajban van a bizonyíték hamisítás miatt. És az is kiderült, hogy Emma nem szándékosan elküldte halálba Neil Marshallt. És te többet akarsz? Ugye csak viccelsz? Valamit figyelmen kívül a detektív. Lán nem ölte meg külön detektívet. Már halott volt, miért beszúrta volna ki. Azt jelenti, hogy az igazi gyilkos még mindig ki. És őt kell lemugtatni. Ez az egy rengetegkel belkogatott fájtalma, és ennek kell véget vetni. Február 25, 12 óra 52 perc, 4 bíróság, 9 és tárgyaltál.
a vizsgálóbizottság bizonyára komoly büntetést akarnak kiszabni a bizonyíték hamisítása miatt. De az a hírt bíró. Azt gondolja, hogy manipulálja a tanúkat. Nem mondta miért. Csak pedig kellek hangoznak is. Rendben, bíró. Van egy megoldás. Megoldás? Szóval az ügyész engedélyezi, hogy az ügyvéd vagy a védelem választok ki a szemtanút, akire szükség van. De remélem, hogy nem volt lehetőség még. Így akarja bizonyítani, hogy nem manipulálja a tanúkat. És mit mondok erre? Hihetetlen. Egyből talált rá módot, hogy folytatódjon a per. Rendben. Védelmet elfogadja. De figyelmeztet, hogy ez az utolsó esélye. Nem szabad, ha rossz nem tudod hívni ide. Mert különben befelejtek. A valódi célpontunk Damon Gen. Take that! Hogy miközben ennek az egészhez? Ő volt a vállaló partnere. Úgy vélem, őt kell kihallgatni. És ő tudja, hogy a legkevésbé manipulálni az ügyészt. Nem érted egyet ezzel, bíró? Igaz. Végrehajtók. Hívjátok ide Mr. Gentet. Szemtanú, nevetés, foglalkozás. Mi ez, valami vicc? Én csak ebédet akartam be. Ebédelni akart. Nevetés, hivatás. Völdi, biztos, hogy ezt akarod? Ezt nem kell folytani, mert rendőrfőnök. Kezdjük az esetként szívesen. De még van pár dolog, ami még nem tisztázom. Bátor vagyok, vagy ostoba. Szóval, hogy azt gondolom arra, hogy...
hogy mindenféle fegyverem van arra, hogy leplezni tudjon. Szóval nem kötelessége valamást tennie. Attól tartok, hogy rendőrfőnökek jogában áll elutasítani a valamást. Tehát ez azt jelenti, hogy vele nem lesz könnyű dolgom. És Damon Gett rendkívül ravasz. De is kockázatos erőtetni nála a vallomást, követelést. De az időpocsékolás, őre mondta, hogy nem figyelmeztettem. Jó van, az első van. Az első kérdés. Hát tényleg ott volt, amikor Joe Dark kérdezték. Amikor visszatért az irodájába, lát megtaláltam. Így próbál bizonyítani, hogy nem hamisítsa a bizonyítókat. Tehát, hogy Joe Dark is a Földön volt. És elájult. Dark bizonyára beütötte a fejét. Hogyha a rendőrfőnökök vajonkan nem be valamást tenni, akkor jobb lesz, hogyha kemény lesz a kis gyors. Na, lássuk, hogy ki... Ez mit szólsz? OBJECTION! Bevallottad, hogy semmi közöd a hamisításhoz. De ezt nem tudod eltitkolni. Hogy magyarázzam el? Néhány bizonyíték darabot találtak a... irodáját. Ide azt a serleget. És egy darabját a szépen találták. Ez pedig az asztalán volt. Szóval, hogy ő is része volt az illegális nyomozásnak. Most nem csak hogy tagadja, de rám is akarja kenni a dolgot. Hogy miért? Szóval, hogy mi lapogattunk be, hogy megtaláljuk azt a bizonyítékot. Nem csak az ügyészek tudnak hamisítani bizonyítékot. Ügyvédek is. Objection!
de Gumshoe detektív is ott volt azon a nyomozáson. Szóval tényleg, hogy Gumshoe detektívet megbüntette bizonyára. Ezt a főnököt, rendőrfőnököt le kell győzni. De nagyon nehéz dolgom lesz vele. És rettentően ravasz. És hamisításról követel most valomást. Bizonyíték és hamisítás. És jelleg darab, meg ez a lista. Az is legyős, hogy ide küldte az irodába? Hát ez tényleg hülye! Nem tudjuk bizonyítani, hogy mikor volt az felfedezve. De hogyha a Dark elítése után történt, akkor az jelenték. Hogy óvatosnak kellett volna lennem. Tehát ha a rendőrfőnököt próbáljuk meg lebuktatni, akkor ott következményei vannak. Hold it! Hogy van egy bizonyíték az elkezdőjéről, hogy annak a később lesz szükség. Hogy miért? Arra beszél, hogy a új lenyomatokat megtalálja. A széfben, a széfjében volt az a bizonyíték, az a bizonyítja, hogy a nyomozás illegális volt. Na ez is egy bizonyíték, hogy ravasz. Hold it! Ezt úgy érted? Az a perdöntő bizonyíték, amit a büntényesítőn adtak, nem hamis. Még nem veszik, nem mondtam semmit. Ez attól függ, hogy mikor volt felfedezve. Hold it! Hogy nem volt felfedezve a nyomozás alatt. Szóval az nem volt a bizonyíték listáján. Szóval a lehetséges dolgokról beszél. Hát még a D-Basket-nél is ravaszol.
Hold it! Hogy nézhet a szemembe így is, mondd hold it? Hogy ártatlan, egy fenét vagy ártatlan, te buzi! Ja, meg ezt kiölte meg mi? Hold it! Tényleg? Hát viszonyára a rangjáról beszélt, hogy minden, hogy ennek is közel a hamisításhoz. Hogy a promóciója főnökké, átváltozott főnökké. Szóval ez lenne a motivum a hamisításhoz. Annika az ügynökkör is már rendőr főnökké vált volna szerinte. Úgyhogy lehetséges, hogy ez elkerülhetetlen volt. Ez igaz, Angel? Igen. Tehát mindenképpen rendőrfőnökké vált volna, úgyhogy ez nem elég bizonyíték. Szóval legyen óvatos ez a buzival. Még egy lehetséges dolog, ami van itt. Hogyha nem magadtól tett ezt, vagy akkor valaki? Ne így, buta Murphy. Jobban ismersz lenni. Ez csak magára gondol. Szóval nem lenne bűntársa senkinek, hogyha nem érte van. Hold it! Azt hiszem, sajnálom a látásóját, akkor gondold át újra. Nem szállt senki. Légy kemény a bűnnel, és kemény az emberekkel. Tehát így nőtt fel. Erre kell mennem. Nem az ördögükben segítenek. Asszisztálni akart valaki. Szóval kinek lenne bűntársa a Démon Gent? Take that! Hogy a vádlott bűntársa. Szóval, hogy a Sky növényeket segítette, hogy Emma ne kerüljön bajba.
Hát egyszerűen nem véletlen, hogy Lana nem akarta, hogy kiderítsük ezt. Ez egy önprofit lesz számára. Na, hogy Lászkát áthelyezték az ügyvédi, ügyészi irodába. És ez ilyennek köszönhető. És hogyan tudna ebben profitálni? Hogy felhasználja azt, mint véleben. Tehát így könnyedén tudja irányítani. Szóval, hogy engedelmeskedjen nekik. Szóval a démon gennek engedelmeskedett. Mert Lana nagyon féltette a húgát. Ez az, amit nem akart, hogy kiderítsünk. Asszisztált a Lana Skyt, hogy hamisítson. Ez lenne az ok. Tehát ügyészvezető nővé tette, hogy tudja irányítani. Hogy elképzeléseim vannak? Hadd kézzek van. Van erre bizonyíték? Hát Lana csöndben volt, hogy megvédje Emma. És nem lenne ez itt halandóként ellen vallani. Hát bizonyára ennek lehet közel a Gould meggyilkosságát, meggyilkolásához. Hát nagyon furcsán viselkedett ez egész per alap. Annyira, hogy valaki irányította. Hogy vigyázzon a nyelvére. Ennek bizonyára volt közel a Goodman egyik válsághoz. De nem csak az. Na, fedezte. Mi? Csengel! Nem mondtok komolyan. Hát, szóval váltam nagyon súlyos. Ugye ez lehetetlen? Ma késő, Mr. White. Már nincs vissza út. Hogy van-e bizonyítékom erre? Hogy neki van köze a gyilkossághoz? De még hogyha magas rangú, akkor sok egy férfi. De hogy van bűnözője? De csak a bizonyíték mondja el. De jobb, hogy...
de elfogadhatatlanul kellnie. És ezt kell megmutatni. Tudjátok miért? Mert ez még nincs kitöltve. Take that! Tehát már csak egy név van, még nem volt kitöltve. Az a 7-7-7-7-7-7-7-7. Hogy nem tudom bizonyítani? A tiéd. A széfje ez... Gyentszéfje ezzel nyílt ki. A hetesekkel. Most már egideges lesz, az biztos. Tehát a bizonyítékos szobában van, az biztos. Mit akarsz mondani? Semmi. De hogyha ezt nagyon elhibázom, durvá meg tudnak mindenki. De most magyarázatot követek. Emiatt a kártya miatt. Hogy mi van vele? Bárhová mehet a válkon. Egyedül volt-e? Ő mindig egyedül megy be. De hát nem igaz. De nem lehet tenni. Vagy szemed a tot. Hogy na Bogi nem látsz egy dolfa! Találkozni a kellett Goodmander kivel. Persze mondik, hogy... Lászka bűne lepeződik. Itt az igazságot kell kideríteni. Hogyha azóta találkozott a rendőr főnök, akkor ki kell tennünk egy dolgot. Hogy miért voltak... Miért találkoztunk? Vagy mi okok? Bizonyíték kell ide? Már csak melyik is az? Hát az! Erre van szükség. Mert elvesztette az idén kártyáját, de hogy miért akarta megölni, az még az nem fog kiderülni, úgyhogy take that! Hát mit hiszem, marsra elloptam? Tehát ezt akarta bizonyára odaadni a rendőrfőnöknek. Szóval be akart lépni a biztonsági szobába azon a napon. Hogy mi... Hogy á... Ki legyen egy bizonyítékot. Szóval... Hogy találkozott-e?
De hát nem volt más mód, hogy a gyilkos vagy Goodman detektív beléphessen a kamerába. A lista szerint csak egyszer volt használva a széke. De már mutatta az idékája korábban. Oda adott a gumi detektív. Akkor bizonyára a testében lehetett volna. Én a világokat sem! Féljétek volna, mikor mit kérdik egy villát! Most melyik ideges? Van még egy érdekes magyarázat. Hogy egy gyilkosság után felhívtad Lanát az ügyész irodából. Miért? Hogy elejtsétek Goodman detektív testét. Viszont... A parkolóban volt megtalálva a teste. És hogy kerülhetett oda? Tehát a rendőrséggel lehetett. Lama pedig az ügyész irodában. Csak ő nem. Hogy parancsolta neki, hogy vigye oda. Hé, te! Vidd ezt a holttestet oda az ügyész irodába. Nem hiszem. Nem, de ezt is bizonyítani kell. És hogy mit használt? Téged! Hát ez a parkoló is... ...izével a Mass Assured neve van feltüntetve. Tehát Edgeworth autójában volt a holttest. Egyértelmű, mi történt. Tehát Edgeworth autójába hozzották ide. Szóval Edgeworth tudta nélkül került az ügyészi irodába a holttest. Tehát visszament az ügyészi irodába a gyilkosság napján. De nem sejtette, hogy holttest volt az autójában. Tehát csak is ő vezethette az autót. Tehát ez nem lehetett a terve, mert nem tudhatott arról, hogy holttest van az autójában.
De hogy miért jöttél vissza az ügyészi irodába? Hát biztosan emiatt. Ez is volt még a nyomozási vallomásában. Hát, hogy tartsa meg ezt a csavarhúzót. Aminek nincs köze az SL9 incidenshez. Hogy az ügyész irodából vette. Tehát nem a csavarhúzó van, amit magával vihetett az ügyész irodából. Hanem a holttest, ami a kocsijában volt. Amiről bizonyára nem volt tudomása. De van még egy magyarázat. Hogy miközben ennek az egésznek a csavarhúzóhoz. Még egy magyarázat létezik erre. Elcsövölfölt megbízta bizonyára a rendőrfőnök, hogy... ...hogy hozza el a csavarhúzóját. Így akkor a bőrtárs bizonyára oda mehet az ügyész autójához, hogy elrejtse a holttestet. Itt látható az, hogy az ügyész autója az már hozzáért. De ez az ellentéte, amiről beszélünk. Hogy lejárt az idő. Szóval ebédre akarna menni. A kereskedésnek még nincs vége. Neki is van egy titkos fegyvere, hogy ne valljon többet. Hát komolyabb rizikót vállalok most már, hogy most én megvádoltam a rendőrfőnököt. Azt gondoljuk most, hogy elfutunk. Hogy de neves, ne legyek nevetségesen. Hát azt mondja, hogy jó benne mutatni egy feldöntő bizonyítékot. Szóval bizonyíték a bíróság nem tolerál újabb vádakat. És van-e bizonyíték? Sajnos nagyon rossz hírem van. Nincs. Ezt nem tudjuk bizonyítani. Minden bizonyíték, amivel próbálkozni, azzal mind felkiáltalájákat kezdenk ezt szopni. Én de vagyok válni a kockázatot. Tehát minden bizonyítékkal beszopnál. Úgyhogy nincs bizonyíték.
Hát ez szopás. Túlságosan avat volt, hogy túl tudjak járni az eszén. Itt mink a népszerint csak ő oda. Igen, összer. Már éppen veszíthetnék egy felkiáltó jelet. De az ugye ezt tiltakozik. Talán beszélhetnénk azzal a nővel. De csak egy nő van, aki tudja az igazi igazságot. De a valmását még nem hallgattuk meg. Tehát még egy szemtanú van erre. Tehát már csak egy szemtanú van, hogy te kihallgat. Tehát ezen múlhat minden. És ki van az a szem tanú? Most azt akarja, hogy az ő ügyvéd adja meg a választ, vagyis én adjam meg erre a választ, mivel... Mivel az én dolgom használni a szem tanúban. De nem állhatunk le. A kicsi a választ, Lana Sky. Take that! Ugye a vádlottat kérdezzük ki. Tehát ott volt 5-15-kor, február 24-én. Pedig volt elejteni a hótestet valahogyan. Valaki parancsára. Az úgy ezt nem tiltakozik. Tartalak még egy szünetet. Most a vádlotthoz beszél. De ha Lana ajánlatát elfogadja, komoly következményei lesznek. Amivel a Skynövei beszophatják. De, tehát a következménye az, hogy itt most súlyosabbá vált a per, most hogy megvádoltam a rendőrfőnököt. Tehát ez azt jelenti, hogyha nem jelen meg ezt a pert, a Skynövei beszopták. És az ügyvéd is. Na most megy ebédelni. Most jött a szünet. Február 25, 2 óra 4 perc, délután és egy bíróság. Úgy tényleg még mindig játékban vagyok. Neki köszönhetően. Ő már nem detektív. Emiatt a buzi miatt. Az irodájában akarna dolgozni. De nem kell aggódni. Nem lesz rá szükség. Ha rendőrfőnök eltűnik, az útból visszakaphatod az állásod.
Szeretnénk kifogyni a vezetettől? Hát nem fel, hogy elutasítja a vonalast. Hát, hogy feladja a jogát, hogy mondjuk bármi. Nem a Sky visszatér. Szóval, hogy az orvosi irodában volt. A galériából hallgatta az összesperc. Bocs, hogy amit korábban mondtam. Ez volt az igazság. Ez vicces. Most már tudja, mi történt. Most már tudja, hogy ugye miért a rendőrfők miatt mert a nővét megzsarolta. És engedelmeskedett neki, csak hogy őt megvédje. Szóval ez egy titkolózó. Szóval ezért változott meg. Szóval, hogy követni a rendőrfőnök parancsát. Szóval ezért fogta be a szállt. Szóval előtette, hogy tegye még mindent, amit a főnök mond. És ezért volt olyan hideg vérű. És ez az ő hibája, szerinte. Szóval nem átokoljuk, hanem a rendszer. Nem rendszer. És igen, mindenkit átvehetett a hamisításra. De az emlékeit nem tudja átvenni. Hát ez biztos, hogy Mr. Marshallt meglökte. De van egy érdekes magyarázat, hogy a gyere is van ellentmondás. Itt az utolsó szerep. Most már Emma velem lesz. Amikor elmondja az igazat. És itt az időnek véget vetni. A következő részben. Ha tetszett, iratkozzatok be a csatornámon, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek a teljes ügyet, tehát már csak a finálé maradt hátra. Az extra epizódból. Úgyhogy minden horrorral befejezem ezt, hogy bekezdik a Justice Moralba. Úgyhogy búcsúzom is. Sziasztok, legközelebb is.